A városról annyit kell tudni, hogy ilyen Budapestnél kicsit nagyobb, és jellegében is egy kicsit másabb. A belváros az körülbelül egy olyan 14 utca, ahol vannak a felhőkarcolók, az irodaházak, a minden. Azon kívül meg olyan kertváros jelleggel, nagyon sok zöld felület van, több folyó is keresztül megy a városon, úgyhogy ez egy nagyon kis barátságos hangot volt az egésznek. Ebben a barátságos ausztráliai városban Perthben töltött 3 hónapot az elmúlt év szeptemberétől ösztöndíjasként Kákai Emese, a Paksi Városi Múzeum múzeumpedagógusa. Fotókkal, videófelvételekkel színesített élménybeszámolóját nagy érdeklődés kísérte. Hát első részben a munkámról, hogy mit csináltam kint, hogy milyen feladataim voltak, milyen közösségekkel kerültem kapcsolatba, a második részében pedig arról, hogy a szabadidőt hogyan töltöttem el, milyen helyeket tudtam meglátogatni. Képeket mutatok, videókat, hangokat, képeslapokat, amit csak tudok. Emese feladatai sokrétűek voltak, főként gyerekekkel foglalkozott, egyebek között néptáncot tanított. Nagyon jól érzem magamat, egy hatalmas élmény volt, amit én nagy ajándéknak fogok föl. A jövőről még nem tudom, hogy mi lesz. Újra ki fogják írni a pályázatot, hogy megpályázom-e, ez még több körös döntésnek a kérdése. Emese ausztráliai kalandjait bővebben is megtekinthetik csütörtökön, a híradó után kezdődő Paletta magazinban.